Köszöntöm hallgatóinkat, Önök a Választás 2024 kerepes polgármesterjelölti és képviselőjelölti riportsorozatát hallják. Magyar János vagyok. A mai műsorban a 8-as körzetben függetlenként induló Sebe Gergely képviselőjelölt bemutatkozását és terveit ismerhetik meg. Sebe Gergely képviselő úr, köszöntöm a műsorban. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat és a lehetőleg választóra. Ismertetném a szabályokat a riporttal kapcsolatban. A kérdések feltétele után közlöm a válaszra fordítható időkeretet. Az időkeret lejárt előtt 1 perccel egy hangjelzést fog hallani, 30 másodpercnél egy újabb hangjelzést fog hallani, vagy az utolsó 5 másodpercben másodpercenként szintén egy hangjelzést fog hallani. Azt a mondatot, amit elkezdett, még befejezheti, de új mondatban már nem kezdhet bele. Érthetőek a szabályok? Igen, érthető. Akkor kezdjük a kérdéssorozatot. Kérem, mutatkozzon be a választóknak. Köszönöm a lehetőséget. Elég furcsák ezek a bemutatkozások, mert ugye egyrészt egy csomó személyes adatot meg kell adni, mint egy formanyomtatvány kitöltésénél, vagy egy önéletrajznál. Másrészt meg nyilván a választókat és a hallgatókat nem feltétlenül csak ez érdekli, de akkor próbáljunk végigmenni mindegyiken. Az első rubrika, 1978-ban születtem Budapesten. Én még pont ugyanaz az utolsó generáció vagyok, aki még voltam úttörő, voltam sorkatona, tehát 46 éves vagyok, családi állapotom nős, van 2 15 éves kamasz ikerfiam. Igazándiból miattuk költöztünk ki Kerepesre. Azelőtt Budapesten laktunk a Hungária körút mellett, csak úgy gondoltuk, hogy talán az nem a legideálisabb helyszín 2 fiú felnevelésére. Úgyhogy így jöttünk ki, a Kis József utca felső végén lakunk. Azt kell, hogy mondjam, szerintem jól döntöttünk. Közel az erdő, csendes, amit kerestünk, azt megkaptuk. Milyen rubrika lehet. Még iskolai végzettségek. Végzettségem szerint én érettségim alapján általános fémforgácsoló vagyok, és van egy gépgyártás technológus technikus vizsgám. Én az életem nagy részében marósként dolgoztam, az utóbbi pár évben ilyen CAM programozóként. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy főleg szelszámgyártásban a minket körülvevő kis apró műanyag bigyókhoz készülő szelszámokat, amivel azt készítik, azt gyártom én. És most azt programozom, hogy a marógépek hogy marják ezeket a dolgokat. De diplomám nincs, jogi végzettségem nincs, államigazgatási és közigazgatási gyakorlatom nincs, én soha nem dolgoztam az államnak. Talán még ilyen rubrika szokott lenni a hobbi, ami az esetemben esetleg ismeretterjesztő könyvek és előadások fogyasztása. Itt kihasználom a lehetőséget és reklámoznám. A kedves hallgatók, hogyha rákeresnek a Tudósító 2018 ékezetek nélkül YouTube csatornára, akkor ott a szervezésemben található egy természettudományos ismeretterjesztő adássorozat. Mit talán érdemes tisztázni itt, hogy milyen szervezetek, pártok, egyebek támogatnak. Azt hiszem, hogy én a tankönyvi független jelölt vagyok. Tényleg semmilyen szervezet, semmilyen párt nem áll mögöttem. Én hirtelen felindulásból lettem majdhogy nem jelölt. Igazándiból nem is engem támogat párt, hanem én támogatok pártot. A 2022-es országgyűlési választáson a Kutyapárt színeibe szavazatot számláltam. Itt talán fontos megjegyezni egy ilyen diszklémerként, egy ilyen lábjegyzetként, hogy ugye, ahogy említettem, nincsen se jogi végzettségem és egyéb diplomáim, nem értek az államigazgatáshoz, és mivel nem szerepeltem, nem dolgoztam soha önkormányzatba, ezért pontosan nem látom át az önkormányzatnak
mélységébe a működését. A mi önkormányzatunk, ahogy ezt a Facebook oldalamat, aki követi, azt tudhatja is, hogy ezt sokat ostorozom is az önkormányzatot, meglehetősen átláthatatlan az önkormányzat, úgyhogy elég információhiányosan kell ezt a riportot megtennünk. Tehát egy csomó olyan dologról kell beszélnem, amiről kézenfogható, pontos, korrekt információm nincsen. Márpedig szerintem egy jelöltnek, egy bármilyen politikusnak azért az az alapvető dolga, hogy tényekkel, valós információkkal dolgozzon. Azt, hogy ezt hogy használja föl, az nyilván az ő dolga, de gondolom a hallgatók is úgy vannak vele, mint én, hogy kicsit túl sok volt az utóbbi időben a bullshit, a mellébeszélés, a csúsztatás. Ezt elkerülendő, nem szeretnék olyan dolgokba belemenni, amiről nincsen információm, vagy csak sekélyes információm vannak, de legalábbis azt helyén kezelni, hogy ezek csak felszínes és sekélyes meglátások. Tehát én inkább most ebben a riportban irányokat és koncepciókat tudok felvázolni, ahhoz, hogy konkrét, mint egy programot meghirdessek, ahhoz lényegesen több adat és idő és utánajárás és tanács szükséges. Köszönöm szépen, az ami idő van. Lejárt. Uh-huh. Következő kérdés. Miért döntött úgy, hogy indul a 2024. évi önkormányzati választáson Kerepesi képviselőjelöltként? 3 perc áll rendelkezésére, amíg válaszolni. Hát a legfontosabb az a 3-10-es útnak a talán új lendülete, lehetne így mondani. Ez egy nagyon régi koncepció, aki itt lakik, ezt pontosan tudja. Sokan úgy is gondolnak rá, hogy hát ebből úgyse lesz semmi, nagyon régóta tervezgetik. Nekem rettenetes félelmem, hogy ez most új erőre kapott. Nagyon úgy tűnik a minisztérium delegáltja is, és az összes megszólaló úgy beszél róla, hogy ez valóban egy új lendületet kapott. Ezt egy végtelenül pusztító beruházásnak tartom, tehát én úgy tényleg úgy gondolom, hogyha ez az út ebbe a formába megépülne, ez teljesen élhetetlenné tenné a lakókörnyezetünket, és még elmenekülni se tudnánk, hiszen olyan szinten elértéktelenedne az ingatlanunk, hogy még menekülni se tudnánk. Ezt elkerülendő, ahogy én láttam, sem a polgármesterünk, sem a képviselőink úgy Isten igazából ebbe teljes szívvel nem álltak bele ebbe a tiltakozásba. Hát ilyen, ne úgy legyen, nem az a nyomvonal legyen, nem érzem azt, hogy itt valóban éreznék azt, hogy ez mennyire élhetetlenné tenni az itt lakók életét, hogyha ez megvalósulna. Követtem végig Lázár János minden egyes kihirdetését, hogy éppen melyik beruházást halasztják el pénzhiányába. Sajnos ez a beruházás nem volt köztük, úgyhogy ez volt az a pont, amikor azt gondoltam, hogy ha senki nem foglalkozik ezzel, és senki nem áll bele teljes szívvel és mellszélességgel, akkor nekünk kell kézbe venni az ügyet, és ezért döntöttem így, hogy beleállok ebbe a kérdésbe, és elindulok képviselőjelöltként. Köszönöm. Harmadik kérdésem. Kerepesen a közbiztonság az elmúlt időszakban nagyon leromlott. Milyen tervei vannak a probléma kezelésére? A válaszra 3 perces időkerete van. Ez egy nagyon bonyolult és komplex kérdés, és ráadásul Kerepes különböző részein különbözők a problémák. Tehát biztos vagyok benne, hogy mondjuk a gyárutca és környékén egészen más közbiztonsági problémákkal küzdenek, mondjuk, mint Szilas átellenes részén. Amit a saját választókerületemről tudok mondani, az egyrészt a közös problémánk a HÉV és az azon utazók atrocitásai.
Ez egyébként nem csak szilasi és nem csak kerepesi probléma, hanem mivel ugye bárki bárhol felszáll, akárhova utazhat, ez az egész hévvonalnak a problémája, úgyhogy érdemes felvenni a kapcsolatot és keresni a közös megoldást a hév összes megállójához tartozó önkormányzattal. Minden esetre majd talán a későbbiekben ki tudunk térni, van egy komplexebb ötletem, koncepcióm. Annak részeként akár a hév megállóban lévő, most éppen üresen álló zöldségesnek a tövébe lévő, szintén üresen álló írószerbolt, akár kibérelhető, használható lenne egy ilyen az új és működő polgárőrségünknek egy ilyen irodájaként, fiókhelységeként. A kamerarendszer is tulajdonképpen egy jó megoldás, bár én egész ambivalens érzéseim vannak, hiszen itt azért személyi jogokról van szó, viszont azt mutatja minden felmérés, ahol ilyen kamerarendszereket bevezettek, ott csökkent a bűnözés és az atrocitások száma. Úgyhogy ha ilyen felvetések jönnek szembe, én ezeket mindenképpen támogatnám azzal a kitétellel, hogy azért azt nagyon szigorúan meg kell határozni, hogy ezeket a felvételeket ki nézheti meg, és ki használhatja föl, és mire. Ezért ebből voltak már problémái kerepesnek. A 8-as választókerületben, ahol élek, itt inkább a hátsó kerteknél járó besurranók, egyesbe alapjáraton járó autók kiszúrják a megfelelő ingatlanokat. Tehát itt inkább ez a probléma. Egyrészt biztos vagyok benne, hogy egy megfelelően dotált polgárőrség és létszámú polgárőrség ebben is tud segítséget nyújtani. Másrészt pedig majd egy későbbi kérdésbe fölmerülő közösség, ami nagyon fontos. Tehát ha én ezt láttam, te arra figyelj, típusú együtt gondolkodás és együtt élés, biztos vagyok benne, hogy egy csomó ilyen problémát is segíthet megoldani. Sokan panaszkodnak a helyi buszjárat menetrendjére, útvonalára, a megállók állapotára. Hétvégi, illetve rendezvények idején a busz hiányára. Vannak-e tervei a buszközlekedéssel kapcsolatban? Időkerete 3 perc. Amikor elkezdtem kampányolni, bevallom őszintén, akkor szembesültem vele, hogy milyen sok idős ember él a választókörzetben. Nyilván tudtam, hogy sokan vannak, de tényleg nagyon arányaiban is nagyon sok idős ember van, akinek tényleg problémát jelent akár eljutni a Flóra-Ferencbe egy laborba, vagy az Auchanba egy bevásárlásra. Úgyhogy a buszjárat az ilyen szempontból valóban kardinális kérdés. Az, hogy a helyi buszjárat járatsűrűségén hogy lehet változtatni, az azt hiszem, hogy ehhez több adat kell nekem. Például fölmerült, hogy kijárhatna a busz, a kerepesi busz kisztartsára az Auchanba vagy a kórházhoz. Itt ugye vannak jogi problémák és egyéb problémák. Én úgy gondolom, hogy egyrészt ezeket talán lehet orvosolni. Én inkább egy kisbuszos, ilyen 9 fős, B kategóriával vezethető, közösség által használható, mint egy ilyen magántaxi, saját használatra használható kisbuszba gondolkoztam ez ügybe, amihez szintén közösség kell, és szintén közösségi segítség kell. Ennek a részletei is olyanok, mint amit a disclaimerben említettem, hogy nagyon-nagyon sok változós és nagyon sok mindentől függ az, hogy ez alapvetően egy jó ötlet, vagy egy hagymázas elgondolás. Ennyi?
Jó. Következő kérdés. Kerepes úthálózata hagy kívánni valót maga után. Milyen tervei vannak az úthálózattal kapcsolatban, illetve a hármas úttal vannak-e tervei? Időkerete szintén 3 perc. Ez is egy nagyon bonyolult és messzire vezető kérdés, amihez szintén sokkal nagyobb rálátásra lenne szükség. Az biztos, hogy a mi választókerületünkben az előző ciklusban szinte semmilyen városi forrás nem hasznosult. Tehát egyszerűen nem tartanám igazságosnak, hogyha ebbe a ciklusba se kerülne sorra a mi választókerületünk. Márpedig felújítandó út van elég. Most egyrészt mondjuk a Kis Józsefnek a felső része, ahol én rakom, de ennél talán még katasztrofálisabb állapotban van az alsó része. Tehát a hétfelőli oldalon a Kis Józsefnek is, meg a többi utcának is a végei elég tragikus állapotban vannak. Itt is ami az örök veszőparipám, a transzparencia és az átláthatóság. Tehát biztos vagyok benne, hogy ha átlátható és transzparens módon pályáztatunk meg felújításokat, bevonva a lakosságot, hogy ne olyan út készüljön el, ami darabra elszámolható, hogy tesz-e itt egy felújítás, hanem olyan út készül, amilyet ők szeretnének, az biztos, hogy nagyságrendekkel többet ér, mint hogyha csak úgy valahol ad hoc módon aszfaltozunk, mert hogy kell. Rendben. 6. kérdés a következő a sorban. Kerepes gazdálkodásával kapcsolatban kérdezném, vannak-e tervei a város bevételeinek a növelésére, esetleg adónöveléssel vagy egyéb módon? 3 perc áll rendelkezésére. Itt egy szintén egy ilyen koncepciót szeretnék vázolni. A városban biztos vagyok benne, ugye már említettük egyrészt az időseknek a bejutását, említettük a közbiztonságot. Egy olyan koncepcióba gondolkozom, ami egy ilyen összefogná nagyon sokféle problémát. A hívmegállónál a zöldséges, volt zöldséges, teljesen üresen áll évek óta. Ezt tulajdonképpen ki lehetne bérelni egy ilyen közösségi vendéglátóhelyként, vagy bárhogy is említsük, ami tulajdonképpen arról szólna, hogy lent az írószerboltba egy polgárőr, iroda, vagy fiók lenne, fönt pedig egy olyan közösségi kulturális tér, ahol vendéglátó egység úgy lenne, hogy lenne tea, kávé, de semmi alkohol, semmi ilyesmi, amivel a kocsmának konkurenciát teremtenénk. Viszont mondjuk a beérkezők ott le tudnának ülni, 2 hét között egy gyorsabb partit lejátszhatnának, a berendezés és a bútorzat tulajdonképpen közösségi adományokból megvalósulhatna, épp csak annyira kéne rendbehozni, hogy oda be lehessen ülni. És tulajdonképpen ennek a fenntartásához be lehetne szerezni egy ilyen kisbuszt, egy ilyen 7-9 személyes kisbuszt, akár szendvicseket lehetne árulni a reggeli induló iskolásoknak, vagy aki reggel elfelejtett pakolni magának a munkába, az is vásárolhatna ott. Ebbe besegíthetnének helyi nyugdíjasok, olyan helyi kismamák, akik küzdenek azzal, hogy visszakerüljenek a munkaerőpiacra, viszont csak mondjuk félállásként. Ezek között a kismamák között biztos vagyok, hogy sokan vannak, akiknek van jogosítványuk.
ők el tudnák intézni az áruszállítást, közben el tudnák vinni az arra rászorulókat akár a kórházba, akár a bevásárlóközpontba, tehát össze lehetne kötni a kellemest a hasznossal. Abba biztos vagyok, hogy ez tulajdonképpen nem tudna úgy rentábilis lenni, ahogy egy tisztességes vállalkozás. Viszont a városnak úgy jó lenne, hogy kevesebb kiadással nagyon sok előnyt tudna elérni. És talán ez az a rész, amit talán alulértékelünk, hogy mik az előnyök és mik a költségek. És ez az igazi, amit össze kell vetni. Köszönöm. Ez a kérdés. Köszönöm. Hetedik kérdés jön a sorban. Kerepesen sokan mondják, hogy nincs közösségi élet, kevés a közösségi tér, a játszótér. A focipálya korlátozottan használható a lakosság számára. Vannak-e tervei ezen problémák megoldására? 3 perces időkerete van rá. Igen, tehát ahogy említettem, például ilyesmi közösségi térbe gondolkozok, mint a hét megállónál zöldséges, ahol társasjátékklubot lehet szervezni, vagy ismeretterjesztő előadás sorozatokat, vagy unplugged koncerteket, vagy bármit, amire a lakosságnak igénye van. Bármi, ami összehozza az embereket úgy, hogy le tudnak ülni egymás mellé, és tudnak egymással beszélni, az hihetetlenül fontos. Én ezt a közösségi életet és a közösségi építést egyszerűen nem tudnám túl dimenzionálni. Tényleg szerintem mindennek a legfontosabb része. Az előző gazdasági kérdésre visszautalva, ha lenne egy ilyen közösségi tér, akkor egyrészt közösséget is építünk, hiszen ott találkozni tudnak az emberek, munkát tudunk adni embereknek, akiknek erre szüksége van, szolgáltatni tudunk olyan szolgáltatásokat a lakosoknak, amire szükségük van, és lehet, hogy a végén tulajdonképpen az önkormányzatnak ez ráfizetés, tehát nem tudjuk kitermelni, egy ilyen projekt nem tudja kitermelni legalább egy állandó alkalmazott bérét, a félállásban lévők bérét, a bérleti díjat, viszont ha mindezeket összeszámoljuk, elképzelhetőnek tartom, hogy azokkal az előnyökkel, mint lásd, embereket el tudunk vinni a kórházba, embereket el tudunk vinni a bevásárlóközpontba, munkát tudunk adni kismamáknak, munkát tudunk adni akár egyetemistáknak, akik félállásba dolgoznának. Tehát ha ezt mind összeszámoljuk, akkor lehet, hogy pozitív dologba jövünk ki. Azt hiszem ez a politikusok dolga ezt eldönteni, hogy megéri vagy nem éri. És ugyanilyen dolog a focipálya is. Alapvetően én úgy gondolom, hogy a focipálya van a kerepesekért, és nem kerepes a focipályáért. Tehát bármit használni kell, ahol egy kupac ember össze tud jönni. A fiaim focisztak itt a kerepesi sportklubba. Igenis, hogy annak van közösségi építő ereje, amikor az apukákkal együtt szídjuk a bírót. Rendben. 9. kérdésem. Lenne még valami... Elnézést, összekeveredtem. 8. kérdés következik. Jelenleg Kerepesen orvos hiány van. Milyen javaslatai vannak ennek megoldására? 3 perces időkerete van rá. Ezt a kérdést nagyon rövidre zárnám, mert az biztos, hogy ez egy országos probléma. Ezzel valószínűleg minden hasonló település szembesül és szenved. De csak mellé beszélni, meg búsítani tudnék. Tehát ezt a kérdést kihagynám, mert nem tudok rá érdemi választ adni. Rendben, köszönöm. 9. kérdésem. Lenne még valami, amit fontosnak tartana megemlíteni? Ezt kérem, mondja el. Időkerete 5 perc. Igen. Tehát azt hiszem, hogy eddig is lejött, hogy én ugyan
ágálok az ellen, hogy az emberek, politikusok mellé beszéljenek, mégis tulajdonképpen semmi konkrétumot nem tudtam megfogalmazni ebben a riportban. Ennek pont az az oka, hogy én elkezdtem utána járni, utána gondolkodni, utána számolgatni, például egy buszbérletnek, például egy milyen módon lehetne egy ilyen projektet megcsinálni, most szövetkezeti rendszerbe vagy kártébe, viszont olyan hihetetlenül sok a változó benne, és annyira apró nuanszokon akkora összegek múlnak, hogy egyszerűen ehhez kevés az információ. Én azt tudom mondani, hogy azt tudom elvégezni, amit szerintem egy ilyen képviselőnek, egy ilyen politikusnak ebbe a dologba kell. Azt, hogyha megválasztják, akkor egyrészt felvet ilyen ötleteket, hogy hogy lehet segíteni a választóit, ezeknek az ötleteknek utána jár, utána számol, utána kérdez, bevonja a lakosságot, tehát nagy valószínűséggel, ha megválasztanának, akkor én nem a választás előtt kampányolnék, hanem utána plakátolnék, hogy adják meg az elérhetőségüket a lakosok, azt, hogy ők például mihez értenek, mert kikérném a tanácsukat. Rettentő bonyolult és nagyon szerteágazó problémái vannak minden választókerületnek, amihez biztos vagyok benne, hogyha bevonnánk a lakosságot, például úgy, hogy tanácsot tud adni akár egy generál kivitelező cég tulajdonosa, hogy hogy lehet felújítani olcsón és jól egy épületet, vagy egy helységet, az biztos, hogy sokat számítana csökkenteni a költségeket. Itt biztos, hogy nem számítanak pártpolitikai törésvonalak, nem számítanak ideológiai hovatartozások. Én úgy gondolom, hogy tényleg az számít, hogy próbáljunk jót tenni a közösségünkért, mindenféle mellébeszélés és mindenféle hátsó szándék nélkül. Azt hiszem, hogy cinikus és önző politikusból volt elég. Ebben között én is azért indultam, mert nagyon körbenézek, szinte mindenhol ilyet látni. Lehet, hogy naívnak tűnök és idealistának, de azt hiszem, hogy ez még mindig a vállalhatóbb verzió erre. Azt tudom vállalni, hogy ha olyan képviselőt szeretnének, aki lelkiismeretesen dolgozik a kerületéért, őszintén és messze menőkig tájékoztatja a lakosságot, mert biztos vagyok benne, hogy bármit egy önkormányzatban el akar élni valaki, az csak a nyilvánosság segítségével és támogatásával tudja. Tehát, hogyha egy őszintén és messze menőkig tájékoztatást várnak, akkor azt hiszem, hogy én vagyok az ő jelöltjük. Rendben. Utolsó kérdésem az lenne, hogy miért szavazzanak önre a választópolgárok? 2 perc a rendelkezésére. Hát az eddig felszínesen megkapargatott, ilyen sekélyesen említett dolgok mellett, tényleg, ha olyan embert akarnak, aki tényleg a messze menőkig minden tekintetében elutasítja ezt az utat, és harcolni fog azért, hogy a 310-es út ebbe a formában ne épülhessen meg, akkor én vagyok a jelöltje. Ha olyan jelöltet akar, aki, ahogy említettem, a transzparenciára, az átláthatóságra, a tájékoztatásra törekszik, akkor szintén én vagyok a jelöltje. És biztos, hogy benne, hogy sokan úgy gondolják, hogy hát most egy képviselő az nem számít semmit. Én abban reménykedek, hogy lehet, hogy egymagam nem tudnék változást elérni, de talán most úgy tűnik, hogy a közgyűlésben is lesz még pár hasonló szemléletű képviselő, akikkel együtt dolgozva azért egy komolyabb szemléletváltást is lehet véghez vinni a kerepesi politikában.
Köszönöm a válaszait. Zárszóként pár szóban mit üzen még a választóknak? Szavazzanak rá. Sebe Gergely, köszönöm az interjút, a kampányához és a választáshoz kívánok sok sikert és sok szavazatot. Én köszönöm a lehetőséget. Nagyon szívesen, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, Magyar János hallották.